Lesz idén is béremelés az egészségügyben, és biztosra vehető az intézeti gyógyszerészek, a diplomás ápolók és a szakdolgozói bértábla alján lévők bérének emelése, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Páva Hanna hangsúlyozta, a magyar egészségügyben dolgozók körében végzett felmérés alapján 2000-re tehető azon egészségügyi szakdolgozók száma, akik az elmúlt másfél-két évben elsősorban a béremelés hatására visszatértek az ágazatba. A témában a napi aktuális vendége ezúttal Cser Ágnes, aki a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének az elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Lesz béremelés az egészségügyben idén, azt mondja a szaktárca, hogy ez biztosra vehető, önök is így látják? Részben látjuk így, és ez a felkonf, amit a helyettes államtitkár asszonytól idéztek, ez majdnem olyan, de sikeres népmese. A helyzet ez nem ilyen egyszerű, és nagyon csodálkozom azon, hogy egy olyan komoly szervezet kongresszusára, ahol Velkei Györgyöt választották meg Rácz Jenő utódjának, nem jelent meg. Ennek pedig szerintem nagyon egyszerű oka van, hogy amit a szakmai és érdekképviseleti szervezetek mondtak legutóbb az április 4-i egyeztetésen és leírtunk, avval kapcsolatban a kritikai észrevételeink és javaslatainkra nincs érdemi választ. Tehát miért nem kaptak választ? Azért, mert ennek egy része porhintés, tehát ha egy ország rossz gazdasági helyzetben van, akkor nem kell úgy beállítani a kormánynak a pozitív cselekedetét, mint hogyha az kielégítené annak az ágazatnak a jogos érdekét, amelyről beszélünk. Tehát változatlanul az hangzott el a nyilatkozatban, hogy a kormányzattól függ a nem egészségügyi szakképesítésűeknek a bérfejlesztése, mi pedig határozottan kiálltunk amellett, hogy elfogadhatatlan, hogy egy műtőben, egy konyhában és bárhol dolgozó, diplomás és nem diplomás együttműködő munkavállaló ne kapjon bért, és még egyet, hogyha szabad itt elmondanom, hogy azt meg kifejezetten elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a szociális ágazatban körülbelül 10 000 embert érint, egészségügyi szakképesítéssel kötelesek a szakdolgozói kamarai tagsági díjat fizetni, és őket nem részesítik bérfejlesztésben, miközben az intézmények nem kapnának működési engedélyt. Tehát a nagy heuréka, ami arra jó, hogy azt kell közvetíteni a lakosság és a hatalom és a kormányzat számára, szocskáiknak, hogy az ágazatban rend és béke van, ez nem igaz. Most ugye egy felmérésből idéztem én is, illetve az összeállításban is hallhatták a kedves nézők, ezt ugye az egészségügyi dolgozók körében végezték, és azt mondták, hogy már egész sokan, hogyha őket idézzem, nagyjából 2000-re tehető azoknak az egészségügyi szakdolgozóknak a száma, akik visszatértek ennek hatására az ágazatba. De mi lesz a jövőben? Tehát például az orvos elvándorlás, ez meg tudja majd állítani? Én nem tudom, hogy ez a felmérés ki által készült és hol olvasható, és azt sem tudom, hogy miért nem lehet őszintén arról beszélni, hogy a nagy port felvelt nyugdíjazási kormánypolitika hogy valósult meg a gyakorlatban. Tehát az egészségügyi államtitkárság szavahihetősége alapvetően megkérdőjelezhető, hiszen személyesen hallottam, amikor kijelentették, hogy minden egészségügyi nyugdíjazandó munkavállalónak fogják támogatni a nyugdíj melletti tovább foglalkoztatását. Ez egyáltalán nem igaz, és én a felmérések mellett szeretném látni nagyon rövid időn belül és nyilvánosan, hogy egy-egy megyei kórházban 4-5 ember kapott tovább foglalkoztatásra engedélyt, ami nem mást jelent, mint hogy nagyon sok munkavállalótól megszabadulnak. Tehát ezek az adatok így kiragadva egy teljesen fals képet mutatnak, és őszintén sajnálom, hogy a valós helyzetről nem kapunk beszámolót, nem véletlenül mondom, hogy talán nem véletlenül nem ment el Szocska Miklós a kongresszusra, mert kínos kérdéseket tettek volna fel neki, és arra ő nem tud válaszolni. Ő egyébként még ezt megelőzően azt mondta, hogy az átalakítási folyamatnak nagyjából a felénél járnak. Erről mit gondol? Én nem tudtam, hogy 8 évre foglalta el az államtitkári székét, mert lassan vége van a kurzusnak. A rendszerben elképesztő megoldások vannak, már elmondtam, újra elmondom, hogyha valaki Mogyoródról Miskolcra kell, hogy nagyértékű diagnosztikai vizsgálatot igénybe vegyen, miközben Pesten minden sarkon van egy CT és egy MR, és hogyha az egyetemi klinikáknak a kapacitásához nem nyúlnak, akkor egy abszolút belső igazságtalan rendszer van. Azt hallottam itt a közleményben, hogy majd 2015-től az akkreditáció is létrejött. Én hagyd mondjak mást.
Én ma egy olyan bentlakásos szociális intézményben voltam, ahol különleges szolgáltatást kapnak a gyerekek a halmozottan hátrányos helyzetük miatt. Akkor ott elhatároztam ma, igen messze van a budapesti fővárostól, hogy a politikusokat, akik ilyen döntéseket hoznak, hogy ki kap bérfejlesztést és ki nem kap, oda le kell vinni, és egy órácskát töltsenek el. Azokat a nettó pénzt kereső nővérek társaságában és szakdolgozók és pedagógusok társaságában, akik 80-90 ezer forintot kapnak, és halmozottan súlyos, mentális és egészségi állapotban levő gyerekeket megpróbálnak önmaguktól is megkímélni. Tehát akkor, amikor a konvergencia programban, amit Brüsszelbe eljutatott a magyar kormány, jövőre csak a 270 milliárdos pedagógus életpálya szerepel, és ez a fajta bérfejlesztés, ami nem békét, hanem felháborodást vált ki az ágazatban, akkor miért hallgatunk arról a 60-70 ezer emberről, akiből 10 ezeret helyből igazságtalan helyzetbe hoznak, és a másik részét, aki a családok helyett megpróbálja az életét kísérni ezeknek a gyerekeknek. Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Szócska Miklós is ugye azt mondta itt a problémák megoldásának a közepette, hogy ez még nem egy életpályamodell, ezzel tisztában vannak, de így a beszélgetésünk végéhez érve azért próbáljunk választ adni arra, hogy mégis az egészségügyben dolgozók számára mi lenne egy valódi életpályamodell? Hát először is szocskamentes ágazati irányítás, ahol őszintén lehet arról beszélni, hogyha a közalkalmazotti bértáblának az összege a minimálbér, és hogyha a tizedik kategóriáig ugyanannyit keres az, aki 20 éve dolgozik és tanult, mint aki tanulás nélkül, tehát alapfokú ismeretekkel érkezik egy ágazatba, akkor sem erkölcsi, sem anyagi, sem társadalmi elismerése nincsen az ágazatnak. 3 év alatt nem történt semmi, csak üres nyilatkozatok pufogtatása és összeszűkítése a szolgáltatásoknak. Várjuk akkor, hogy mi lesz ezután. Cseh Ágnes, köszönjük, hogy itt volt.